A harmadik születésnapos Bábel Pál volt, aki szintén 94 éves lett márciusban. Jó napot kívánok! Előtt egészséget! Tiszteltem, Pali bátyám! Isten étesse, most akkor még egyszer. Köszönöm szépen! Itt is üdvözlöm szeretettel. Az borzalom. De mindegy, ennyi időt letöltöttünk együtt, 62 év. Nagyon szép. Úgyhogy. Nagyon szép. Hát. Befekedtünk is. Hát ugye. Hegyben. Pali bácsival lehetett veszekedni? Hát, néha igen. Néha. De hát az nem soká tartott. Összevesztünk, utána kibékültünk. Leginkább a gyerekeken. Igen, a gyereknevelés, ugye? Igen, mert azok, már mikor nagyobbak voltak, elcsavarogtak, és mindig én voltam a hibás, hogy hát nem parancsoltam nekik. Isten értesen nagyon sokáig, tessék csak maradni. Egészségükre, akkor házassági évfordulójukra is jó egészséget kívánok. Hát az jó lenne. Hát akkor még... Egy darabig. Akkor még sokáig, mint a galambok. Ne, nagyon jó. Ne kívánjon nagyon sokat, mert már ilyenkor nem jó. Nem jó? De amíg együtt vannak, azért jó. Az így jó. Amíg hát, együtt vannak, addig jó. Csak hát már hiába, amikor az ember nem bír, ezt se csinálni, azt se csinálni, aludni se bír, az már mondjuk, én úgy érzem magam, hogy így semmi bajt nem érzek magamba. Csak amikor főkök fekszik, ó, mondom én, bírnék főre fordítani, suhan jó. De az én, mikor már főkerék, csak érzem azt, hogy csak nem bírnám aztnak. Uh-huh. Én sose voltam a kapzsi ember, vagy a másikat irillem, hogy milyen volt. Én nem irigyeltem senkit, semmit, én megéltem mindig úgy, ahogy én dolgoztam, abból is beosztva. Az meg volt olyan, hogy sose volt elég neki. Mindig én törtem magát, azt törte a szívét, minden, és hát... Tehát úgy gondolja, hogy ez azért hozzájárul ahhoz, hogy... Én mondom, hogy a nyugalom győz. Ismerek olyanokat is, akik annyi mindent összeszereztek, de hát még sajnálták, még amat is, és a szívük ment tönkre. Annyit hallottam ilyenek, mennyit összeszedett össze a szívük már... Felmondta a szolgálatot. És hiába halmozott fel földi javakat, hogyha hamar itt kellett hagynia. Így legyen. Hát ilyen is van. Segélyfordulójukra is nagyon jó egészséget kívánok, sok szeretetet. Meg hát amíg a Jóisten egymás mellett tartja magukat, addig mindenképpen legyen életkedvük meg. Hát... Meg tehetessenek elviselni az időskori bajokat, problémákat. Hát ez ezzel jár sajnos, nem tudom kezdeni mit csinálni. Segíthetek egy kicsit? Én föl tudok, csak a papa nehezen kell. Ő neki magasra kell. Pali bácsi, akkor Isten éltesse. Köszönöm szépen. Akkor jó egészséget, aztán akkor összehozunk, ha más nem, akkor Palival vagy valahogy megbeszéljük, elmegyünk egy Jóni körútra, jó?